A Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, a Szent Keresztet, az életfáját köszöntjük a mai vasárnapon, nagybőjt 5. vasárnapján, és igyekszünk fölvenni minden nap a keresztünket, ahogy az Úr Jézus az ő követőitől ezt megkívánja, különösen azok a testvéreink, akik időskoruk vagy betegségük keresztjét hordozzák, akiket a mai szentmise keretében megerősítünk a betegek kenetével. Álljunk tiszta szívvel az Úr Jézus elé, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!
könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot és halálra adta értünk önmagát, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szólt az Úr Ezekiel prófétához. Jövendőlj, és így beszélj népemhez. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála!
legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: Menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, még Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: Testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: Hová temettétek? Azok így szóltak: Jöjj, Uram, és lásd! Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: Nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak: Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: Vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki: Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén a lábán és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: Oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk éget, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten, a Szent Angyalok templomban és a televízió képernyői előtt Lázár feltámasztásának története, Jézus életadó szeretetét állítja elénk. Tudjuk jól,
talán vicces, az a hittanosoknak megfogalmazott kérdés, találos kérdés, de mégis nagyon komoly valóságot, igazságot üzen, hogy ki az, aki egyszer született és kétszer halt meg. Hát tudjuk a mostani történetből, hogy Lázár az, aki megszületett, meghalt, Jézus föltámasztotta, és aztán újra meghalt. Eltávozott ennek a földi világnak a kategóriáiból, és várja majd azt a végső föltámadást, amelyre mindannyian várakozunk. Lázár feltámasztásának története a nagybőti 5. vasárnapnak evangéliuma most az úgynevezett A liturgikus esztendőben, és most egybeesik ez az üzenet helyi közösségünk ünnepével, a megerősítés ünnepével, idős és beteg testvéreink szentség felvételével, akik a betegek kenetét fogják most felvenni, a Szentlélek kenetét megerősítésként. És hogy miért is kérjük ezt a szentséget? Mit hiszünk erről? És mit várunk az Úr Jézustól, aki nekünk ezt a szentséget ajándékozta? Erre a kérdésre talán Márta alakja tud válaszolni, és az a párbeszéd, amelyet most felolvastunk az evangéliumból, az a hitvalló párbeszéd, amelyben a Márta különleges szerepet kapott, feladatot kapott, hogy Jézusból kikérdezze, illetve próbálja hitvallásával nyilvánossá tenni azt az üzenetet, amelyben ő az élet urának nyilvánítja ki magát, vagyis kinyilatkoztatja, hogy ő az életadó Isten. Úgy ismerjük Mártát az evangéliumból, mint aki sürög, forog. Egy másik történetben, jelenetben szorgoskodik Jézus körül, méltatlankodik amiatt, hogy a szemlélődő, inkább csöndesen hallgató, Jézusra figyelő testvére, Mária, nem segít neki a házi munkában. És ezt Jézus elnézi. Akkor talán ez a méltatlankodás szemrehányásként is hangzott. Uram, hát hagyod, hogy a testvérem egyedül hagy felszolgálni? Itt is úgy tűnik, minthogyha méltatlankodna Márta. Itt is tanúsítja, hogy ő gyakorlati dolgokkal foglalkozik, mert hiszen a temetés körüli vagy a temetés utáni eseményeknél járunk, amikor nagyon várják majd, hiszen megüzenték Jézusnak, hogy Lázár beteg, időközben meghalt, és várják a barátot, hiszen ebben a családban Jézus barátként jelenik meg Márta, Mária és Lázár testvéri közösségében. És ez a Márta, aki úgy tűnik, mintha csak a gyakorlati dolgokkal foglalkozna, hitvallást tesz, és Jézusból pedig előhozza a kinyilatkoztatást, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, még ha meg is hal, élni fog. És Jézus viszont kérdésére, hogy hiszed-e ezt, akkor Márta megerősíti ezt a kinyilatkoztatást, és íme a sürgőforgó tevékeny asszony a hit példaképe lesz, és így áll most előttünk. De adjunk választ az előbb fölvetett kérdésre. Egy betegről van szó, megbetegedett Lázár, és olyan súlyos ez a betegség, hogy emberi földi értelemben belehalt. Eltemették, már negyednapos a zsidó szokások szerint, ő már valóban átköltözött a Seolba, az árnyékvilágba, az zsidó gondolkodás azt vallotta, hogy ha már 3 nap eltelt, akkor már biztos meghalt valaki,
És ez így volt Lázár esetében, hiszen negyednaposként emlegetik. És Jézus mégis igazolja, hogy ő az élet ura. És talán szorongást kelthet ez az eset, ez az evangéliumi történet bennünk, mert arra vezetné a gondolatainkat, hogy na lám, azért kell Jézust hívni, mert már súlyos a betegség, és most is azért kérjük tőle a Szent Kenet szentségét, de éppen ellenkezőleg kell róla gondolkodnunk, éppen a megerősödés, a gyógyulás, majd pedig életünk egészére vonatkoztatva az örök élet valóságának ajándéka áll most előttünk ebben a szentségben, a betegek kenetében. Így kérjük ezt, ahogyan tette Márta, amikor már ugyan meghalt a testvére, mégis azt mondta, tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Bármit kérsz Istentől. Ha Jézussal együtt kérünk bármit az Istentől, megadja nekünk az ő szándékai szerint. Ha kell, megadja a testi gyógyulást, ha kell, megadja a testi megerősödést. De mivel ő a feltámadás és az élet, a lélek feltámadásának ajándékát adja meg elsősorban a betegek szentségében, hogy majd aztán egyszer megadhassa nekünk az élet teljességét az üdvösségben is. A Szent Kenet szentségének imájában ezt kérjük, szabadítson meg bűneittől a Szentlélek, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Benne van tehát a kérésünkben az élet teljességének szándéka, de a megerősödés vágya, amit egyedül Istentől kérhetünk és kaphatunk meg, és természetesen a bűnből való szabadulás a gyógyulásunk első lépése, mert a legnagyobb betegség és a legfájóbb sebek az életünkben, a lelkünkben, ezek a bűn okozta sebek, maga a bűn, amely a lélek halálát eredményezheti. Gyógyulást, megerősítést kérünk, és életet kérünk idős és beteg testvéreink számára. Azzal a hittel, ahogyan Márta tudta, hallotta, hogy Jézus sok beteget meggyógyított. Hát hiszen ezért is üzentek neki, Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. És most mi mindezt mondjuk, ezt üzenjük Jézusnak, a szentségfelvevők, a családtagok, mindazok, akik közösségünkhöz tartoznak, akikért imádkozunk most közösségben. Uram, nézd, idős, gyenge vagy beteg, az, akit te szeretsz, és aki a mi testvérünk, a mi rokonunk, családtagunk, lelki testvérünk, az egyházközségünk tagja. És Jézus nekünk is fölteszi a kérdést, hogy hisszük-e azt, hogy ő a feltámadás és az élet, és aki benne hisz, még ha meghal is, élni fog. Aki benne hisz, még ha belebukott is a bűnébe, de bűnbánattal fölkelt, élni fog. Aki benne hisz, úgy él, hogy hisz benne, annak már most megvan az örök élete, az már most az üdvösség útján jár. Ezt kérjük, erről teszünk most bizonyságot a mai szentmisénkben, a Szent Kenet szentségével. És idézek még egy nagyon kedves, hitvalló gondolatot, mint említettem, a Mária Rádió hittanóráin, szerdai napokon a betegek szentségéről tartok előadást, ismertetést a katekizmus nyomán, és mivel többségében van lehetőség telefonos hozzászólásra, az egyik alkalommal is egy kedves hallgató telefonált, és hivatkozott jó ismerősére, aki súlyos betegségben szenvedett, kockázatos műtét előtt állt, és
maga a sebészorvos is kétségek között volt, hogy vajon megműtse ezt a beteget, vagy kockáztassa, hogy esetleg belehal a műtétbe. És azt válaszolta ez a beteg, hogy műtsön meg bátran, főorvos úr, mert én vagy így, vagy úgy, de élek, és élni fogok. Az életről, az élet győzelméről tett bizonyságot. Vagy így, itt a földön, tovább él, vagy úgy az örök életben tovább él, de az élet felől és az élet győzelme felől nincs kétsége. A betegek szentségét is fölvette, jól sikerült a műtét, hála Istennek, és túlélte, meggyógyult, most is él, és hitvallást tett így szép módon Krisztusról, aki a feltámadás és az élet. Nem az utolsó kenetet fogom most kiszolgáltatni, hanem a Szentlélek megerősítését, ami most történik, lélekáradás lesz. Ezt kérjük testvéreinknek a Szent Kenet szentségében, hogy az Úr áldja meg őket e Szent Kenet által, és nagy irgalmassága szerint segítse meg őket az Úr a Szentlélek kegyelmével. Ez legyen erőforrásuk testvéreinknek, ez legyen gyógyulásuk forrása, lelki újjászületésük és örök üdvösségük forrása. Amen. Kedves testvéreim, most a hitvallást a keresztségi fogadás megújításával tesszük meg, ezért kérem, hogy most álljunk föl mindnyájan. Testvéreim, mielőtt megkapnátok a betegek szentségét, akik ezt most kérik, de a többi kedves testvérünk, akik imával kísérik a szentség kiszolgáltatását, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Most tehát tudatosan mondjatok ellent a gonosz léleknek, tegyetek hitvallást és felejjetek együtt arra, amit az Anya Szent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondotok-e a sátánnak? Ellene. És minden cselekedetének? Ellene. És minden csábításának? Ellene. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az Anyaszent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. És mivel nem teszem rá külön-külön a kezemet a szentség felvevő testvéreim fejére, most közösen a papi kéz feltartásával hívom a Szent Lelket csöndes imával. Minden esztendőben, nagy csütörtökön a püspök a székesegyházban, a megyés püspök megáldja a szent olajokat, a keresztelendők olaját, a szent krizmát és a betegek olaját. Most ezt a megáldott olajat veszem a kezembe. Testvéreim, ez a megáldott olaj a Szent Háromság egyisten, ember szerető jóságának a jele és eszköze. Illő tehát, hogy amikor most kezünkbe vesszük, Isten jóságát megköszönjük, és közösen válaszoljuk,
áldott légy Istenünk. Áldott légy Istenünk, mindenható atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért fiadat a világba küldted. Áldott légy Istenünk. Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsd. Áldott légy Istenünk. Áldott légy Istenünk, vigasztaló szent lélek, aki gyenge testünkbe a magad erejét öntöd. Áldott légy Istenünk. Urunk Istenünk, mélységes hittel, megkenjük testvéreinket a szent olajjal, nyerjenek szenvedésükben enyhülést, és gyengeségükben erőt, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most kérem a szentség felvevőit, hogy ahogy áldozni szoktunk, jöjjenek ide majd sorban az oltár elé, többi kedves testvérünk foglaljon helyet, és az énekkarunk szolgálatával megtörténik a szentség kiszolgáltatása, közben énekkarunk énekel.
hívek könyörgésével folytatjuk a Szent Misét. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a feltámadás és az élet. Kérjük, árassza megerősítő kegyelmét idős és beteg testvéreinkre. Hogy egyházat szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból. Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére. Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből. Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében. Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk. Mennyei Atyánk, te szent fiadat az élet és a halál urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Köszönjük, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját, Lázárt, mint örök Isten, feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, és húsvéti szentségei által új életre támasztott minket. A te fölségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Hadd kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, midőn velük együtt újongva zengjük. Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint, békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk Szent Fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, örömmel és hálával emlékezünk vissza az elmúlt év április 6-ára, amikor itt a templomunkban bíboros atyánk pappá szentelte Szeba testvért és két másik verbita rendtársát. A Jóisten segítse további papi életüket, szerzetesi hivatásukat, ezt kívánjuk számukra felszentelésük első évfordulóján. A hátsó asztalnál opera magazint találunk, amit szívesen kínálunk és ajánlunk kedves testvéreinknek, hiszen jól tudjuk, hogy a kultúra ápolásával is építjük a lelkünket, a keresztény szemléletmódunkat és élethivatásunkat. Ismét megjegyzem, hogy a választásokon való részvétel egy állampolgár számára lehetőség, de a keresztény ember számára ez kötelesség, hiszen a Jóisten ránk bízta a teremtő parancsban, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, ezért felelősek vagyunk az életünkért, a közösségünkért, a jövőnkért. Én már leadtam a szavazatomat reggel 6:30, remélem minden kedves testvérem ezt megteszi. Még azt is hozzáfűzném, bátran hozzátehetem, hogy ha valaki nem törődömségből, közömbösségből ezt elmulasztaná, azt azért jó, hogyha a következő vagy a húsvéti Szent Jónásban megemlíti, mert nagy felelősségről van szó. Hálát adunk a Szent Kenet szentségéért. Azt kérem a kedves testvéreimtől, hogy akik nem iratkoztak föl korábban a Porta szolgálatnál vagy itt a sekrestjében, de most fölvették a Szent Kenet szentségét, hogy szíveskedjenek majd jelentkezni a sekrestjében, hogy meglegyen azoknak a névsora, akik most részesültek a szentségben. Ez fontos számunkra, ha nem is anyakönyvezzük ezt a tényt, de ezek a szentségfelvételek, ezek fontosak számunkra. És végezetül most nem köszöntöm sajnos a média apostolokat, mert nem tudták a délelőtti szentmisét közvetíteni műszaki okok miatt, ezért is kérek elnézést a késői kezdésért, reméljük talán a délutáni ismétlő időben már megtekinthető a szentmisénk, és majd a következő alkalommal fogom az új apostolokat köszönteni. Most azonban a Jóisten megerősítő áldását kérjük, és azt is jelzem még az áldás előtt, hogy a szentföldi távollétem idején, ezekben a napokban, a következő héten dr. Fügedi Antal Levente mezőbikácsi plébános atya fog helyettesíteni, minden lelkipásztori dologban hozzá lehet fordulni. Fogadjuk a megerősítő áldást. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket az Atya Isten, amen. Gyógyítson meg a Fiú Isten, amen. Világosítson meg a Szentlélek Isten, amen. És mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen, légy oltalma. Esedezve kérjük,
parancsoljon neki az Isten. Mennyei seregek vezére, Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábor arkangyal, Szent Ráfael arkangyal, hazánk szent őrangyala, mindnyájan szent angyalok, Istennek minden szentjei, könyörüljünk. A város szívétől